Elhúrok. Újra itt. Ma egy kis videó van. Azt szeretném megmutatni, illusztrálni, hogy hogyan is használom, hogyan is mászok fel egy kis törzsön, hogyan is használom a mászóosat. Úgyhogy igazából ez a videó azoknak szól inkább, akik mostanában kezdik el a mászós használatát, vagy már elkezdték, de éppen egy kicsit nehezebben működnek a dolgok. Szóval ezt megpróbálom megmutatni önöknek. Első dolgom az, hogy felveszek egy kényelmes pozíciót, ami nincs túl hátra dülve. Ez az nagyon jó. Egy kényelmes pozíció, a törzs is köztem, nem túl nagy távolságot. Úgy látom, hogy így nem fog látni rendesen. Azt mondja, hogy talán így jobban fog. Azt hiszem, így jobban. Szóval nem túl messze a fatestől, és én megteszem az első lépésemet. Sose lépek nagyot, mindig aprók lépek. Amikor elérek körülbelül erre a magasságra, akkor megfogom a pozíciómat közel a fához, egyszerűen odahúzom magam, és feljét teszem egy, a derekam vonalához. Hát nem tudom, így a videó mennyire látszik, egy olyan 30 centit körülbelül. Én sose teszem azt, vagy sose csinálom azt, hogy nem van a pozícionáló, mint ez, és akkor kilódok meg, mit tudom, én erőlködök azért, hogy feljebb jussak, hanem egyszerűen, hogy megállok. Ugye most a derekam vonalával van majdnem egy szinten a pozícionáló. Egyszerűen, csak közel húzom magam a fához, és így itt megállok, egyszer ennyi. És felteszem a pozícionálót. Le, fel, le, fel. Az, hogyha az ember megpróbál túl nagyokat lépni, túl magasokat, az nem jó, csak kicsiket mindig. Mert mielőtt elkezdek nagyokat lépni, így, életbe nem fogok feljutni a fára. Vagyis felfogok, de sokkal nagyobb a valószínűség arra, hogy ki fog csúszni a tüske, a mászóhas tüskéje a fából, és meg fogom vasalni a saját lábam szárát. Szóval én, amit praktikusnak találok, szerintem mindenki, aki már tapasztaltabb a mászóhasak használatában, hogy apró léptekkel, egészen kis léptekkel, mennyire lehet haladni a fáradat. Egy ördöngösség igazából, csak rá kell érezni, és nem kell tőle félni. Ez azért csinálták, hogy segítsen nekünk feljutni a fára. Most ugye láttam már, hogy nagyon mélyen használják így a pozícionálót. Ez nagyon lent van, ugye? És ugye csak illódás, hogy túl messze vannak, és nem tud feljebb jutni. Szóval meg kell találni mindig azt a kényelmes távolságot számunkra, ami kifordulok, ha fellátszik, megpróbálom elfordítani a kamerát, így jobban. Azt hiszem, hogy így fog látszódni. Remélem nem fog elgyúlni. Szóval az ember milyen megtalálja kényelmes távolságot, felállszak maga számára, és azt mondja kicsit, akkor innentől kezdve
kényelmesen fog tudni menni. Nem fog kilódni. És próbálok mindig fának, úgymond a hátán mászni, nem pedig a hasán, mert ugye jobban hátrébb húz a gravitáció. A hátán mászunk a fának, az nekünk jobban segít abban, hogy amikor közelebb érünk a fához, közelebb húzzuk magunkat, akkor itt meg tudjunk állni, és egyszerűen feltenni a pozícionálónkat. Szóval, az apró lépés, viszont nagyon sokat segítenek. Arra, hogy óriási lépteket tegyünk, az első lépés, egy ekkora lépés, de sem felesleges, saját magunk életét fogjuk vele, hogy is mondjam, megnehezíteni. Szóval, apró léptekkel, és találjuk meg a kényelmes távolságot magunk és a fa között. Örülök, hogy segítettem, viszlát!